Kreatív ötletekkel, ügyes kezekkel és sok mosolygós gyerekarccal telt meg az Újvidéki Magyar Művelődési Központ terme. A húsvéti műhely munkán a résztvevők rajzoltak, festettek, ragasztottak, vágtak, valamint a dekupás technikával ismerkedtek. A tojást fessük ki. Milyen színekkel fested? Rózsaszín meg sárga. Várod ezt a húsvéti időszakot? Otthon is festetek tojást? Igen. Milyen színű tojásokat festetek otthon? Te melyik színeket kedveled? Hát még nem tudom, de szoktam ilyen világosabb színeket kivenni, hogy szép legyen a tojás. Mit vársz még a húsvétba? Ezt, hogy jöjjön a nyuszi. A kreatív munkához a szülők és a nagymamák is csatlakoztak. A gyerekek leginkább tojásokat díszítettek és hungarocell nyuszikat készítettek. Az idősebbek időigényesebb munkákban is részt vettek, mint például a húsvéti kosár elkészítése. Mi a legjobb a húsvétban? Mit csináltok otthon? Hát tojásokat festünk, és hát ilyen vidám dolgokat csinálunk. Jön a nyuszi is? Igen. Mit szokott hozni? Hát nem szoktam kérni, de mindig valamit hoz, és mindig megörülök annak is. A szervezők célja a kézügyesség fejlesztése mellett, hogy az itt tanult különböző díszítési technikákat, valamint az ehhez az időszakhoz fűződő hagyományokat is átadják a fiatalabb korosztálynak. Nagyon fontosnak tekintjük ezeket a foglalkozásokat azért, mert ilyen módon a gyerekek kicsit közelebb kerülnek a hagyományainkhoz, és kreatív munkával hozzájárulunk ahhoz, hogy fejlődjön a motorikájuk, és hogy egyáltalán közben tudjunk beszélni arról, hogy mit jelentenek ezek az ünnepek számunkra. A műhely munka a Dunastart Egyesület szervezésében valósult meg. A részvétel ingyenes volt, a résztvevőknek csak a jókedvet és a kreativitást kellett magukkal hozni.